Több utcában is folynak az útfelújítások Újfehértó belterületén. Az utakat szükség szerint új töltésalappal látják el, valamint rendezik az útpatkát és a csapadék vízelvezetésére szolgáló árkok karbantartási munkáit is elvégzik a rossz állapotú szakaszokon. 2015. március 1-től került bevezetésre a magánszemélyek kommunális adója településünkön. A képviselőtestület döntése alapján ezt a helyi utak karbantartására, fejlesztésére lehet fordítani. Éves szinten ez körülbelül 41 millió forintot jelent a városnak. Az első fél évben több mint 20 millió forint folyt be az első féléves befizetések alapján. Ebből már megkezdtük az útfelújításokat. Jelenleg 5 utca felújítására kerül sor, ez közel másfél kilométert jelent. A városban több útszakaszt is megbontottak, ám ezeket a munkálatokat egy másik projekt keretében végzik. Az Újfehértó Bökönny víziközmű társulás által megvalósított szennyvízberuházásból eddig még kimaradt utcákat kötik a szennyvízhálózatra. Már befejeződött egy szakasza, de a megmaradt pénzből első körben engedélyezték, hogy a be nem vezetett szakaszokra is megépíthessük a szennyvízet. Ez több mint 100 lakást érint Újfehértón. A kimaradt utcák rákötése után a városban 98-99%-os lefedettségű lesz a szennyvízhálózat.